Nézzük ezeket a strandlabdákat, srácok. Ezek megsemmisíthetetlenek, ez tényleg igaz? Rádobunk egy C4-et, amiben van a dobozba két labda, felrobbantjuk, és semmi baj a két labdának. Nézd, ezeket szét tudod lőni? Ezeket nem. Ha ejtőernyővel zuhansz le a tengerbe, és nem nyitod ki, akkor meghalsz. Ez igaz. De mi a helyzet akkor, ha az ejtőernyit kinyitod, elvágod, és így zuhansz ejtőernyő nélkül be a tengerbe? Így viszont már nem hal meg a karakter. Ez a mítosz igaz? Ez a nő egy fék telefont tart, az animáció ott van a kezével, viszont nincs semmi a kezébe. Megnézzük, mi a helyzet olyan, hogy a sniperre meglőjük azt a területet, ahol a telefonnak kéne lennie. Megvédi a lövéstől? Nem. Abban az esetben, hogyha ide jössz a kocsihoz, megnyomod a space-t, a karakter átcsúszik a kocsinál. De mi a helyzet, hogy NPC-t raksz elé? Odaszaladsz, megnyomod a space-t, és ilyenkor átmászik. Mi a helyzet, hogyha cápává változol a GTA 5-be, te is meg tudod ölni az ember, mint az igazi cápa a játékba? Odaharapunk, és... igen, meghalt. Ez a mítosz igaz.